Jó napot kívánok! Egyelőre vegyes a fogadtatása az ingatlanadó eltörlésének. Több szakértő szerint számítani lehetett arra, hogy a törvényt nem engedi át az Alkotmánybíróság. Elsősorban azért, mert óriási bizonytalanságot és eltéréseket okozna, ha az ingatlan forgalmi értékét magának az adózónak kellene megbecsülnie. A kormányfő kevéssel adásunk után nyilatkozik arról, mit tervez az alkotmányellenesnek nyilvánított jogszabállyal. Több szakértő arra figyelmeztet, hogy csak úgy lehet mérsékelni a jövedelmekre rakódó terheket, ha a jelenleginél jobban megadóztatják a vagyont, mint ahogy az Európa számtalan országában jellemző. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete szerint tavaly szeptemberig már a 600 ezret is meghaladta azoknak a száma, akik 3 hónapnál hosszabb ideje tartoznak bankjuknak. Bár tavaly őszóta az önkormányzatoknak lehetőségük lenne megvásárolni a bajba jutották lakásait, de pénzhiányra hivatkozva ezt nem, vagy csak nagyon kevés esetben tették meg. A kazán maga 200 000 forint volt. Balogh Antalné még 2006-ban vett fel svájci fran alapú hitelt, hogy felújítsa pilisi házát. Tavaly tavasz óta nem tudja törleszteni a részleteket. Próbált segítséget kérni bankjától, de nem kapott. Nem tudja elkerülni az árverezést. Azt mondták, ki kell őrizeni a lakást. Hát kérem, én nem fogom kiőrizeni. Én most is azt mondom, amit eddig nem bánom, hogy hova visznek. Inkább fölgyújtom. Ez egy életem munkája. Bár márciusig tart az októberben meghirdetett kilakoltatási türelem, a korábban bajba jutottak végrehajtási eljárásai nem álltak le. Hetente több tucat lakás kerül kalapács alá. A PSZÁF adatai szerint már a 600 ezret is meghaladta azok száma, akik több mint 3 hónapja nem tudják fizetni devizahiteleiket. Vagyis a tavaszi kilakoltatási stop feloldásával náluk is elindulhat az árverezéshez vezető eljárás. Sokan ezért megpróbálják eladni ingatlanjaikat. Most azok próbálják meg értékesíteni az ingatlanokat, akiknek gyakorlatilag nincsen más választási lehetőségük, hiszen ha lenne, akkor megpróbálnak megvárni, amíg picit magára talál a piac, emelkednek újra az árak. Jelenleg ugyanis a 2005-ös szintre csökkentek a lakóingatlanok árai, vagyis aki el is tudja adni lakását, az sem kap érte annyi pénzt, amennyiből kifizetheti adósságát. Bár az önkormányzatok is megvásárolhatnák a bajba jutottak lakásait, de erre kevés helyen van pénz. Miskolcon ugyan elkülönítettek 100 millió forintot, de még egyetlen lakást sem vettek meg. Nagyon sok az érdeklődő. Elsősorban viszont a szabad felhasználású hitellel rendelkezők azok, akik érdeklődnek. A jogszabály szerint azonban csak azokon segíthetnek az önkormányzatok, akik lakás célú hitelt vettek fel. Összefogott az 5 nagy rendőrszakszervezet az őket ért megszorítások miatt. Az érdekképviseletek demonstrációra készülnek, ha február 1-jéig nem sikerül megegyezniük a bérrendkívüli juttatásokról a rendészeti minisztériummal. Az érdekképviseletek egyebek közt azt tartják elfogadhatatlannak, hogy több mint 200 ezer forinttal csökkentették idén a rendőrségi állományban dolgozó kafetériáját. A szakszervezetek holnap tárgyalnak először a rendészeti miniszterrel a követeléseikről. Csütörtökön nyílik az első korcsolyapálya a Balatonon. Siófoknál a tó jege már 15-16 centi vastag, ezért a város megkezdte egy 2000 négyzetméteres korcsolyapálya kialakítását. A részletekkel Dér Ágnes jelentkezik Pécsről. Jó napot kívánok, szervusz Anna! Az ingyenes pályán folyamatos felügyelet mellett lehet majd csúszkálni reggel 8-tól sötétedésig. A velencei tavi Popstrandnál is elkezdték már a jégpálya kialakítását. Ott várhatóan szombattól lehet majd korcsolyázni. A vízirendészet egyúttal arra figyelmeztet, hogy kizárólag a kijelölt helyeken szabad korcsolyázni. A megfelelő vastagságú jeget ugyanis hó borítja, ám pont emiatt nem látszanak a rianások. Tavaszra várható a cserkúti uránfúrások eredménye. Egy ausztrál bányatársaság vizsgálja a mecseki uránérc vagyont. A Pécs melletti Cserkút határában fúrnak. Ha megfelelő mennyiségű és minőségű ércet találnak, akár újra is indulhat a 90-es évek eleje óta szünetelő uránbányászat. A mecsekben 40 évig működtek a bányák, a fénykorban 23 ezren dolgoztak a föld alatt. A 90-es években azonban gazdaságtalanná vált a kitermelés. Az utolsó uránérccel teli csillét 97. szeptemberében hozták a felszínre.
most újra fúrnak a hegyoldalában. Egy ausztrál bányavállalat kapott engedélyt a kutatásokra Cserkut határában. Itt 3 kutatófúrást végeznek. Most a másodiknál tartanak. Az elsődleges célja az, hogy a régi uránbányászat idejében elkészült adatok helyességéről meggyőződjünk, másrészt pedig, hogy az ásványi anyagnak mind a mennyiségét, mind a minőségéről pontosabb képet kaphassunk. Eddig 80 millió forintot költöttek a vizsgálatokra, a teljes feltárás újabb 100 millióba kerülhet. Az ausztrálok szerint megéri, a korábbi adatok alapján akár évi több mint 1 millió tonna érc is kitermelhető 20 éven keresztül. Most azt vizsgálják, hogy tényleg van-e ennyi érc. Ez a terület régen nem került leművelésre. Tehát ettől nyugatra lévő területeken voltak a régi bányászati tevékenységek. Uránkészlet ezen a területen is van. A laboratóriumi eredményeket tavaszra ígérik. Ez alapján készül el egy hatástanulmány. A befektető csak ezután dönt. A világgazdasági válság megtépázta az ausztrál bányavállalatokat, az uránoxid ára is esett, de még így is a négyszerese annak, mint amikor az uránbányászat a fénykorát élte a mecsekben. Az, hogy itt Cserkúton mikor bányászhatnak uránt, az a laboratóriumi vizsgálatoktól, majd az ezt követő hatástanulmányoktól és a környezetvédelmi engedélyektől függ, ez akár évekbe is telhet. A híradót Gyukit István tudósította Cserkútról. 14 rendőr vigyázza mostantól Bóé és környékének biztonságát. A baranyai kisvárosban rendőrőrsöt avattak. A település már 14 éve szeretett volna az utcáin állandó rendőri jelenlétet. Az egykori fogorvosi rendelőbe költöztek be a rendőrök Bójban. Az egyenruhások azt mondják, nem lesz nekik idegen a feladat. Én is, meg kollégáim javarésze már 8-10 éve itt a környéken teljesítünk szolgáltat, úgyhogy tisztában vagyunk a helyi viszonyokkal, mint bűnügyi, mint közlekedés és egyéb téren. A baranyai kisváros vezetése szerint azért így is lesz dolguk a rendőröknek. Elkészül 2 hónap múlva az autópálya, tehát külön feladat is hárul rájuk. Úgy gondolom, hogy a Bój térsége ugyan eddig sem volt úgymond túlfertőzött, de bízunk abban, hogy a sok apró kellemetlen dologtól meg tudnak ők védeni bennünket. A város 4 millió forintból felújítatta az egykori rendelőt, amit már az egyenruhások használhatnak. Az avató részt vett az országos rendőrfőkapitány. Bence József elmondta, igyekeztek a szakmai kihíváson túl anyagilag is vonzóvá tenni az őrsökön a munkahelyeket. Egyelőre sorolásra került sor, ami azt jelentett, hogy kb. 40 ezer forint plusz jövedelemmel kapnak többet, mint korábban. Az ORFK Vajszlón, Szentlőrincen és Harkányban is már állandó rendőri jelenlétet biztosít. Ennyit a Dunántúlról, a szó most ismét Budapesté. Dér Ágnes tudósított Pécsről, köszönjük szépen. Nő a pályakezdő munkanélküliek aránya. Minden 5. állástalan fiatal Észak-Magyarországon él. A részleteket erről Fülöp László mondja el. Jó napot kívánok! Akár 30 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak azok a diákok, akik hiány szakmát választanak. A gépi forgácsoló, festőmázoló, tapétázó, képlakatos vagy az épületgépészeti hálózatszerelő szakmát választókat támogatják így. Észak-Magyarországon 3000-re juthatnak ehhez a támogatáshoz. Asztalos tanulók dolgoznak az egyik miskolci szakképzőiskolában. Sokukat az vonzott, hogy az iskola után könnyen el tudnak majd helyezkedni. Sok mindent lehet csinálni, sok érdekes dolog van itt, sok gépet lehet használni. Ezek a diákok 9-10. Osztályban már gyakorlaton vesznek részt, nem csak az iskolai tanműhelyben, hanem üzemben, vállalkozóknál is. Ezekkel a tanulókkal a jövő évtől tanulószerződést köt a vállalkozó, illetve a szakma befejezése után a tanulókat, illetve azok egy részét alkalmazni is fogja tudni. Az iskola jövőre gépi forgácsolókat és heggesztőket is képez majd. A tanműhelyeket kialakították, a diákok most jelentkeznek a képzésre. Gépi forgácsoló, festő, mázoló, tapétázó, géplakatos, épületgépészeti, csőhálózatszerelő, mezőgazdasági gépszerelő, ács állványozó. Ezeket a hiány szakmákat támogatja a kormány. Azok a diákok, akik ezek valamelyikét választják, akár 30 ezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak majd. A szakmunkás ösztöndíj bevezetésének alapvető célja a szakmunkás életpálya presztízsüjének megteremtése, a hiány szakmák
tanulására való ösztönzés, illetve nagyon fontos dolog, hogy a szociálisan rossz helyzetben lévő fiatalok bekapcsolódhassanak a tanulásba. Országszerte 17 ezeren, a térségben 3 ezer fiatal kaphat ösztöndíjat. A havi juttatás azoknak jár, akiknek tanulmányi eredménye eléri a 2,5-es átlagot. A képzésre 2 milliárd forintot fordít a kormány. Ugrásszerűen megnőtt a tyúk és disznólopások száma több hajdúbihari kistelepülésen is. Bagamér lakosai arra panaszkodnak, hogy mindennaposak az ilyen esetek a faluban, pedig sok idős ember keresetkiegészítésként tart állatokat. A rendőrségnél azt mondják, megnehezíti a felderítést, hogy sokszor csak napokkal később jelentik a lopásokat. Itt ütötte le, utána itt hozta, még ott is van egy kis vérnyom. Ignát Ferenc a disznó ólajtaján a betörés nyomait mutatja. A bagaméri férfinél az elmúlt egy évben 4-szer jártak a tolvajok. Legutóbb néhány napja. Nem csak az anyakocáját vitték el. Onnan elvitték a 12 kacsát, meg ott volt 19 ilyen jaurántani való sérke, még inkább nagyobb. Nagy Lajosnál karácsony előtt jártak a tyúktolvajok. Ez a 10 maradt, meg ezt az aulat törtik fel. A férfi azt mondja, a nyugdíjból nem tudna megélni, ezért tart apró jószágot. Hát muszáj vagyunk, hát kicsi a nyugdíj, egy pár tojás, egy kis húst, így tudunk megtermelni. A bagaméri polgármester szerint az utóbbi időben szinte mindennaposak lettek a kisebb értékű lopások a településen. A tolvajokat pedig az sem tartja vissza a fosztogatástól, hogy bekamerázták az utcákat. Sorozatos panaszok érkeznek tyúklopásokról, falopásokról, disznólopásokról, sajnos minden héten 2-3 alkalommal. Ezt mi jelezzük a rendőrségnek, a polgárőrség hiába van állandóan kint, egyszerűen nem tudjuk megcsípni ezeket a tolvajokat. A rendőrségnél azt mondják, sokat segítene a helyzeten, ha a betöréseket, lopásokat azonnal jeleznék a sértettek. Amit tapasztalunk, sajnos későn értesítik, több órával az elkövetést követően, ami már ahhoz nagyon sok idő, hogy egy gyors reagálással elkövetőket el lehessen fogni. A tyúktolvajok egyébként, ha rendőrkézre kerülnek, akár 150 ezer forint pénzbírságot is kaphatnak. Anna, most ismét tiéd a szó. Fülöp László jelentkezett Szegedről, köszönjük szépen. Túlélőt találtak Haitin a romok alatt, 2 héttel a hatalmas pusztítást okozó földrengés után. A 35 éves férfinak az egyik lába eltört, de nincsenek komolyabb sérülései. Közben az országban megkezdte működését a közös műveleti központ, amely a humanitárius szervezetek, a békefenntartók és az amerikai katonák tevékenységét hangolja össze. Az ENSZ szerint így jóval hatékonyabb lesz mostantól a segítségnyújtás. Megdöbbent katonák vették körül ezt a férfit, akit percekkel korábban húztak ki a romok alól. 12 napig feküdt egy összedőlt ház alatt, és mindössze egy lábtörést szenvedett. Amerikai katonát találtak rá. Állítólag nem is a 2 héttel ezelőtti óriási földmozgásban omlott rá az épület, hanem az egyik utórengéskor. Még mindig legalább 50 ezer ember lehet a romok alatt, de a mentőcsapatok szerint alig van esély, hogy még túlélőket találjanak. Közben elkezdték lebontani az összedőlt házakat, eltakarítani a romokat. Nincs ugyanis több hely, hogy sátortáborokat állítsanak. Egy 5 hektáros területet már megtisztítottak, most azt várják, hogy újabb sátrak érkezzenek a segélyekkel. Állítólag Haiti elnöke is azt tervezi, hogy szolidaritásból egy sátorba költözik a leomlott elnöki palota kertjében. Folytatódott a segélyek szétosztása is, de volt, ahol nem mindenkinek jutott étel. Nem volt egyszerű a segélyosztás, de ez érthető, hiszen az emberek éhesek és kétségbe esettek. De nincs több étel, a teherautónak tovább kellett mennie, mondta egy brazil békefenntartó. A szakemberek most leginkább attól tartanak, hogy járvány törhet ki a sátortáborokban. Ezért is kulcsfontosságú, hogy mennyi tiszta vizet tudnak kiosztani a következő hetekben. Csak nem 2000 turista várja még most is Peruban, hogy kimentsék. Miután az elmúlt napok földcsuszamlásai és hegyomlásai több települést elvágtak a külvilágtól. Már legalább 7 meghaltak, köztük egy argentin utazó. Katonai és magánhelikoptereket is bevetettek a mentéshez Peru délkeleti részén, ahol az áradások miatt csak nem 2000 turista rekedt a Machu Picchu. Eddig 70 ember, köztük több idős külföldit sikerült lehozni az inkák egykori fellegvárából. Sokan a hatóságokat és a helyi szervezőket hibáztatják a történtekért. Az irodának nem lett volna szabad idehoznia minket az utolsó vonattal, hiszen akkor már tartott az áradás, mondja egy mexikói turista. A külföldiek ugyanis azért rekedtek egy faluban,
mert az idevezető hegyi vasútvonalat sziklaomlások zárták el. A heves esőzések miatt 4 napja pusztítanak áradások és pölcsúszamlások az országban. A természeti csapásokban eddig 5 helyi földműves halt meg. Egy argentin utazó és idegenvezetője pedig akkor vesztette életét, amikor a lezúduló föld elsodorta a táborukat. A hatóságok szerint a faluban rekedt turisták jól vannak, és még 3 napra elegendő élelmük is van. Már is jön az időjárás jelentés, utána sporthírek, majd a Kárpát Express láthatják. Híradó legközelebb 5:30 után 5 perccel lesz Siklós Andrással. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!